Nagy-Britannia téma hét van a Lidl-ben, úgyhogy meg fogom mutatni, hogy hogyan lehet egy tökéletes ribáj, azaz egy rostélyost megsütni. És mivel hogy ezenél az ételnél a húson van a hangsúly, ezért szerintem célszerű a legegyszerűbb köreteket elkészíteni. Egyes köret egy fóliás burgonya, a kettes köret pedig egy egyszerű petezselymes rukkola saláta. Első lépés a fóliás burgonya, pofon egyszerű, alufóliát letépkedünk, megsózzuk egy kevés olajat és egy burgonyát, amit előzőleg körömkefével alaposan megsikáltam, héjasan szépen becsomagoljuk a fóliába. Jöhet egy kisebb méretű tepsi, rádobálom a burgonyát, és 180 fokos sütőbe körülbelül egy 45-60 percig fogom sütni. A burgonya akkor lesz jó, hogyha eltelt a bizonyos sülési idő, és oldalról megnyomjuk a krumplit, és puha, akkor gyakorlatilag elkészült. Bőven van időnk, amíg sül a burgonya. Elkészítem a salátát. Egy jó kis marha steakhez gyakorlatilag a rukkola saláta szerintem remek választás, elég markáns, fűszeres, borsos íze van, illetve petezselyem. Finomra vágott lilahagyma, kicsit összekeverem, és hogyha összekevertem, berakom a hűtőbe. Erre azért van szükség, hogy amikor a hússal dolgozunk, akkor tényleg arra összpontosítsunk, és tényleg ezért választjuk a legegyszerűbb köreteket, amit csak utána pikpak össze lehet dobni. És akkor jöhet maga a hús, amit speciális módon fogok sütni. Első lecke nagyon-nagyon fontos, hogy az ilyen szép, vastag sztéket, azt mindig vegyük ki a hűtőből sütés előtt, körülbelül egy fél óra-órával takarjuk le, ne hűtőhidegen kezdjük el sütni, ez nagyon-nagyon fontos. Közben már egy serpenyőt fölraktam a tűzre, a lehető legforróban fogom szinte csak oda kapatni a ribájt, egy kis olivát azért locsolok a serpenyőbe. Füstöl a serpenyő és az olaj, úgyhogy jöhet a ribájszték. Tényleg a lehető legforróbb serpenyőbe, a lehető legmagasabb lángon süssük. Mikor beraktuk a serpenyőben, ne piszkáljuk, ne kavargassuk, ne forgassuk, hagyjuk egy percig sülni az egyik oldalát. Ez az a jól látható pörzsanyag, ami egy marha húsra elengedhetetlen. Ezért nem szabad piszkálni. És mikor megfordítottam, csak ezután borsozom és szózom egy kicsit. Rárakom a rácsra, a fűszeres oldalával lefelé, és ezt az oldalát is egy picit megsózom, megborsozom. Ha ezzel megvagyunk, akkor nyugodtan hagyjuk még az asztalon, egy picit pihenhet, sőt meg is várhatjuk a burgonyát, amíg majdnem elkészül. 45 percet sült a burgonya, megnézem, hogy áll a sütőben. Vaj puha, úgyhogy elkészült. Tökéletesen tartja a meleget, úgyhogy nem igazán tud elhűlni, úgyhogy bőven van időnk a húst megsütni, addig csak pihenjen a burgonya itt az asztalon. És akkor a burgonya helyére mehet be a steak ezen a rácson, 180 fokra, körülbelül 4-6 percre. És ahhoz, hogy tökéletes rózsaszín steaket tudjunk sütni, az nélkülözhetetlen egy maghőmérő. És ezt a steaket én körülbelül a sütőben addig fogom sütni, amíg a maghőmérséklete 53-54 fok nem lesz. Ekkor lesz ugyanis tökéletes rózsaszín. Természetesen, aki nem szereti rózsaszínen a steaket, az sütheti akár 63-65 fokig is. Amíg sül a steak, addig kibontom a burgonyát. De csak félig, kicsit visszacsomagolom a fóliába a burgonyát, és majd így fogom tálalni, így nagyon mutatós, és természetesen nagyon-nagyon finom. Letakarom egy konyharuhával, hogy azért mégse hűljön olyan könnyen. És akkor megvárjuk a steaket, amíg elkészül. 6 perc után megnézem a húsit, hogy áll. 53-54 fok között van a maghőmérséklete, úgyhogy ez szuper. Nagyon-nagyon fontos, hogy ilyenkor a hús, annak ellenére, hogy kivettük a sütőből, de még mindig készül, még mindig sül. Hagyjuk pihenni, hagyjuk megnyugodni a húst, hagyjuk, hogy egy kicsit a nedvek újra eloszoljanak a rostok között, és ilyenkor úgy tudjuk ezt segíteni, hogy néha-néha, amíg pihen a hús, megfordítgatjuk. És ezzel a tökéletes steaknek a második fázisa elkészült. Ez még nem a vége, meg fogom mutatni a utolsó trükköt is természetesen. És akkor jöhet a húsnak a harmadik sütési fázisa, amikor egy kis habzóvajjal átlocsolgatjuk, kis fokhagymával aromatizáljuk, tehát megadjuk azt a végleges arculatot, azt az ízt neki, amit szeretnénk. Ugyanaz a serpenyő teljesen tökéletes lesz. Raktam a serpenyőbe egy kis vajat, megvárom, még elolvad, picit fölhabzik, illetve jöhet egy kis fokhagyma, héjassan, amit megzúzok a tenyeremmel, hozzárakom a vajhoz, a fokhagymásra illata elképesztő, és mikor szép aranysárga a vaj, jöhet bele a steak, és ezzel az illatos vajjal kicsit fölfrissítjük
fölforrósítjuk a húsit, közben locsolgatjuk. Már le is kapcsoltam a tüzet, elég volt neki ez a kis vajfürdő, és jöhet ki ismételten pihenni, és gyakorlatilag tálhatok is. Azonban itt is nagyon-nagyon fontos, hogy ne kapkodjuk el a tálalást, hiszen ilyenkor, amikor újra fölforrósítottuk a sztéket, akkor még mindig pihenjen egy 5-6 percet. Jöhet a saláta, illetve a fóliás burgonya. A burgonyát beszoktam metszeni, keresztirányosan. Kicsit összenyomom két oldalról, hogy kinyírjon. Így, né? Illetve erre nagyon-nagyon elegáns, de roppant egyszerű salátára egy kis balzsamecet és olívaolaj. Egy icipicit rakok a barnított vajból is hozzá. Elkeverem. Jöhet a petezsémes rukkola sali a tányéra. Jöhet a steak, amit ilyenkor egy picit frissen szoktam sózni még és borsozni. Egy kis fokhagymai dekorációnak. És van ez az isteni finom húsos barnított vaj, amivel meglocsoljuk a burgonyát, és természetesen a húsit is. Hát ezzel elkészült a tökéletes ribeye steak, tényleg pofon egyszerű köretekkel, egy kis barnított vaj, illetve a fokhagymával, isteni finom grillétel, és nézzük meg a belsejét ennek a húsnak, hogy hogyan is néz ki. Lehet látni, hogy szaftos, vajpuha, szinte kannállal lehet vágni. Hát és azt gondolom, hogy a végeredmény magáért beszél, és ennek a steaknek a titka gyakorlatilag ez a lépcsőzetes sütés, serpenyő, sütő és megint serpenyő. Jó étvágyat kívánok!